Multidéző hangulatot teremtett a kárpátaljai Kokasbanda Panyolán. A szatmári település volt a megyei értéktalálkozó negyedik helyszíne. Az ide látogatók nem csak hallgathatták a népdalkincseket, talpalávalót is kaptak a színpadról. A megnyitón elhangzott: Panyola a szatmári térség egyik legismertebb települése, országos hírű fesztiválnak is otthont ad nyaranta. A szatmári térség egy vendégszerető térség. Panyolán vagyunk, Panyoláról mindenkinek a szilva pálinka és a szilva lekvár jut az eszébe. Egy nagyon fontos identitás, tudat a gyümölcs és a gyümölcs feldolgozásának a kultúrája, és nyilván ez persze kell ahhoz, hogy szerintem megyeszerte is híres az itt élő emberek vendégszeretete. Egy sajátos hangulatú kis településen vagyunk, ahol jól érzik az emberek, és örülnek, akik ide látogatnak, akár a megye más részéről. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, az értéktalálkozók célja, hogy a szülőföld szeretetét erősítsék. Ez gazdasági jelentőséggel is bír, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a gazdaság nem magáért, hanem az emberért, a közösségért van. 150 milliárd forint fejlesztési forrást helyeztünk ki az elmúlt 7 évben csak a TOP-nak a forrásaiból. Ennek többszöröse érkezett más operatív programokból, illetve hazai fejlesztési forrásokból, és a következő 7 évre is elkészültek a fejlesztési programjaink. Nagyjából 150 milliárdat számolunk itt is Nyíregyházával együtt, amelyek döntő részben infrastruktúrális fejlesztések, úgynevezett ERFA fejlesztések, épületek újulnak meg, energetikai felújítások, utak, kerékpárutak épülnek, de fontos része ennek a programnak, és különösen a következő 7 évben az lesz, az úgynevezett ESZA típusú fejlesztések is, amelyek oktatási programokat tartalmaznak, képzési programokat, közösségépítő, közösségerősítő programokat tartalmaznak, például ilyen programokat a következő 7 évben is. Málékásás töltött káposzta, szilvalekváros csavart fánk, rongyos lapótja, csak néhány kincs a gazdag szatmári gasztronómiai értékekből. A zsír mentén szaggatódik, tehát rongyolódik, azért hívják rongyos lapótjának. Tehát ezt nem szabad összehajtani, és mi kapros fokhagymás tejföllel tálaljuk, tehát azzal kenjük be, így néz ki, kapros fokhagymás tejföllel, de van, aki szilvalekvár leszi, én például naturba. Panyola nem csak gasztronómiai, hanem kulturális értékeink ápolását is fontosnak tartja. Több megyei értéktárba került értékünk is van. Most augusztusban odaítélték a szilvás ételnek a megyei értéktárba való felvételét, ami egy szilvaleves, illetve a farsangi felvonulásunkat, a hagyományőrző farsangi felvonulásunkat, ugyanis a farsang során nálunk egy felvonulás van, kicsibben hasonlít a muhácsi busójárásra, bár itt a jelmezek ugye azok az autentikus szatmári jelmezek, amiket Újvári Zoltán professzor ezelőtt 50 évvel rögzített, vagy inkább 80 éve. A megyei értéktalálkozó panyolai állomásán is rendeztek főzőversenyt. Ezen a helyszínen disznóhúsból készült ételekkel neveztek a csapatok.